Jó estét kívánok mindenkinek! A Szegedi Orvosbiológiai Kutatások Jövőért Alapítvány Nobel-díjasok és tehetséges diákok találkozójának gála műsorán. Hölgyeim és uraim, engedjék meg, hogy bemutassam önöknek kiváló műsorvezető társamat, aki bizonyára sokaknak ismerős lehet itt ma este. Örömmel tölt el, hogy ma este együtt vezetjük ezt a gálát Kocsis Endrével, aki maga is immáron 2 éve Szent Györgyis diák. Szia Endre, örülök, hogy itt vagy! Remek itt lenni. Mellettem pedig itt áll Balogh Ramóna, gála műsoraink visszatérő házi asszonya. Kezdjük is el! Kezdjük! A Szegedi Orvosbiológiai Kutatások Jövőért Alapítvány bölcsője Szent Györgyi Albert Nobel-díjának 75. évfordulója volt, mely alkalomból 2012-ben több mint 1000 tudós érkezett Szegedre, hogy tiszteletét tegye Szegedváros korábbi Nobel-díjas kutatója Szent Györgyi Albert munkássága előtt. Szent Györgyi Albert az egyetlen olyan magyar tudós, aki itthon befejezett kutatásaiért vehette át 1937-ben a legrangosabb tudományos elismerést, 1940-41-ben egyetemünk rektora volt. Az alapítvány immáron 14. alkalommal rendezi meg Nobel-díjas találkozóját, és büszkén mondhatjuk el, hogy minden alkalommal tiszteletét tette nálunk Nobel-díjas vagy Nobel-díjhoz közeli kutató. Az idei rendezvény díszvendége Ole Petersen, dán származású orvos és fiziológus, a Cardiffi Egyetem kutató professzora. Főbb kutatási területei a cellulális kalcium jelátviteli folyamatok, valamint a kalciumionok túlzott felvételének és leadásának káros hatásai a hasnyálmirigyben. Petersen kimutatta, hogy a kalciumionok áramlásának gyógyszeres blokkolásával csökkenthető a túlzott enzimaktivitás, így az abból következő sejthalál és gyulladás is megakadályozható a hasnyálmirigyben. Kutatásáért 2018-ban az Amerikai Élettani Társaság Walter B. Cannon díjat jutalmazta. Ole Petersen 2004 óta a Magyar Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagja. We are very pleased to welcome Professor Ole Petersen, Danish physician, physiologist, research professor at Cardiff University. His research focuses on calcium-related cellular signal transduction pathways and the harmful excess and effects of extensive pancreatic calcium uptake and secretion. He has revealed that by pharmacological inhibition of calcium currents, enzymatic hyperactivity can be reduced, thus apoptosis and inflammation in the pancreas is preventable. In 2018, he received the Walter B. Cannon Award from the American Physiological Society. Since 2004, he is an honorary member of the Hungarian Academy of Sciences. Mr. Petersen, thank you very much for coming to Szeged. Óriási megtiszteltetés számunkra, hogy Bert Zachmann német fiziológus, aki 1991-ben kapott orvosi Nobel-díjat az egyedi ioncsatorna működésének vizsgálatáért, a patch clamp technika felfedezéséért elvállalta a Szegedi Tudós Akadémia képzési igazgatója pozícióját. Bert Zachmann személyes okokból ma este sajnos nem tud velünk lenni. Hölgyeim és uraim! Az alapítvány rövidtávú célkitűzése, hogy Magyarország fiataljai ne csak a nagy évfordulókon találkozhassanak a tudomány kiváló képviselőivel, hanem rendszeresen, évente legyen lehetőségük rá. Ezért nem meglepő, hogy a világhírű tudósok tehetséges fiatalokkal való találkozása, a sikeres kutatói pálya megismertetése, alapküldetése az alapítványnak, amely Magyarországon egyedülállóként érte el, hogy ezek a találkozók évente többször is létrejöhessenek. Az alapítvány hosszú távú célkitűzése, hogy megteremtse Szegeden azokat a feltételeket, amelyek segítségével újabb odaítélt Nobel-díjas kutatója lehet a városnak és Magyarországnak. E cél érdekében Klebersberg Kuno korábbi vallás- és közoktatásügyi miniszter stratégiáját kívánja követni, aki nélkül Magyarországnak és Szegednek nem lett volna Nobel-díjasa. Ezért az alapítvány legfőbb célja a kiváló kutatók, fiatal tehetségek Szegedre vonzásának, illetve itt tartásának elősegítése. Ennek keretében az alapítvány kuratóriuma megálmodta és életre hozta a Szegedi Tudós Akadémia programját, mely egy új típusú iskolarendszer, ami különböző szinteken jól felépített rendszerben vezeti végig az ifjú tehetségeket 20 éven át,
hogy nemzetközi szinten egyedülálló tudományos tapasztalattal, akár már 36 éves korukra nemzetközileg elismert tudós kutató válhasson belőlük. A tudós kutató nevelésben nemzetközi szinten elismert hazai és külföldi mentorok vesznek részt, köztük többen Nobel-díjasok. A szervezők egy kulturális programmal is készültek az önök szórakoztatására ma este is. Szentgyörgyi Albert életpályájának mintájára a tudomány és a kultúra összekapcsolásaként a tudományos program mellett a magyar kultúra megjelenítésére is törekszik az alapítvány. Szegedre jellemző, hogy az egyetemi polgárok talán Szentgyörgyi Albert gondolatait követve aktívan kiveszik részüket a kultúra ápolásában is. Ezt láthatják most következő műsorunkban a szegedi fiatalokból álló Sun City Brass Fúvós zenekar előadásában. A 2017-ben alakult zenekar tagjai mind a Szegedi Tudományegyetem hallgatói. Egy klasszikus New Orleans-i stílusú brass bandként indultak, majd folyamatosan gyengült a band, és felerősödött az elektronikus zenei vonal. Két év alatt számtalan hazai és külföldi rendezvény programját színesítették, most pedig nekünk mutatják meg magukat, hogy mi is az a Sun City életérzés. Kérem, fogadják őket szeretettel! Tisztelt Hölgyeim és Uraim, diákok, tanárok és minden kedves részvevő! A színpad előtt a Sun City Brass és egy kis indokolatlanság ma estére. Fogadják sok-sok szeretettel! Felkészült! Egy kis bemelegítés vacsora előtt!
most még mindenki túl van, de az első megdöbbenésen. Hölgyeim és uraim, melegítsünk be! I'm sexy and I know it! Yeah! When I'm at the mall, the security checks can't find them all. And when I'm at the beach, I'm in the spirit of the damage is wrong. This is how it all, come on ladies, it's time to go. Be headed to a bar, baby, don't be never. No shoes, no shirt, then I see a sweat swatch. You're looking at body. 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 Walk in this bar, this is what I see. Everybody stop and stare at me. I got passion in my pants and I'm in the frame to show it, show it, show it, show it. I'm sexy and I know it. Köszönjük szépen! Sun City Brass! És engedtessében, hogy egy nagyon picikét bemutatkozzunk. Mindannyian szegediként definiáljuk magunkat, bár nagyon sok helyről jöttünk. Tiszán innen, Dunántúlról, Kárpátaljáról, Délvidékről, Erdélyből, de mégis a Sun City életérzés, az, hogy szegediek vagyunk. Itt Magyarország és a Magyar Mediterránium fővárosában. Engedtessék meg egy kis latin muzsikát. És hogy bemutassuk a világ első Nobel-díjas táncoló tubását! Talán nem véletlen, hogy a Svéd Akadémia ezért soha nem osztott Nobel-díjat. Ami pedig most következik, azért előre is elnézést kérünk.
egy díjat kaptunk eddig. Közép-Kelet-Európa legdögösebb férfi alsó testének járó díjat. Köszönjük szépen! Kis hullámzás. Itt a Tisza partján, Szegeden, veletek! Ismerősen csenge valakinek. Ricky Martin neve. Elhoztuk ide a sztár vendég. De mindenki felkészült. Volt egy kis nyugi, de folytatjuk. Hölgyeim és uraim, Ricky Martin! Készültetek. Mindenre is itt ma este. Na gyerünk! Köszönjük szépen! Valami ilyesmi a Sun City életérzés és a Sun City Brass. Még egy dolgot el kell magunkról árulni. Bohémságunk, reméljük betudható annak, hogy mi magunk is, vagy legalábbis mi, majdnem mindannyian, szinte ki fogjátok találni, ki az az egy kivétel. De zeneművészet is hallgatók vagyunk, vagytok. Ja, akkor elárultam. De nem csak hallgatókból állunk. Van köztünk egy tanár úr. Egy tanár úr, aki a Szegedi Zenekonzervatórium jeles oszlopos, Bulgáriától egészen Oroszországig minden versenyt megnyert tagja, aki nem sokára utazik ki Kanadába, hogy megmutassa. Na, akkor mutasd inkább, jó? Én szóltam, hú, a csávó! Most nem Torontóba vagy, igen.
Itt nem kell előadni. Gyertek ti is! Hogy uraim! Somolai Bence János! Tanár úr kérem! És a Sun City Press! És Némi Jac! Somodai Bence János tanár úr, doktor, vagy még nem, és a Sun City Brass. És be a zenekart még nem volt szerencséje kivinni Torontóba, de nagyon sok fesztivált ezzel szemben volt szerencség megjárni. EFOT Fesztivál, Szín Campus, sova tovább, a Sziget Fesztiválon is voltunk. És mindenkinek nagyon tetszett ezek a fesztiválokon is a retro muzsika. Hát tiszteljük meg a 90-es és a 2000-es éveket. És térdeljünk le. Valakinek már ismerős. De hogy lássuk a kezeket? Ott vannak, én már látok egy-két bátor kezet a magasba. Legyen ez egy jó kis tudós buli. Hadd lássuk. Következik egy slágerrel, mindenki ismer, de nem feltétlen szeret. Mindig elfejtem, hogy is van románul, de szerintem van egy magyar verzió. No.
számot és sorba állják. Isten, na most mi lesz itt? Bevő videk kiszból, Úristen! Yeah, we see that he is a story about a little guy that lives in a blue world. And all night and everything he sees is just blue like him inside and outside. Köszönjük szépen! Úgy tűnt így a reakciók alapján, hogy egész bejövős ez a retro muzsika. Érdeklődni, kedves közönség, jöhet még retro zene? Egész meggyőző, de megismételnétek, please! Jöhet még retro muzsika? Viszont tiszteljük meg ezt a nemes, magasztos eseményt. És legyen a helyhez méltóan, a rendezvényhez méltóan igazán retro. Akár 18. század is. Kérdésem. Itt vagytok még velünk? Hadd halljak egy sikítást!
Well proceed. Biológusa. Well proceed. Yeah. Yeah, 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 yeah. Hölgyeim és uraim, mi vagyunk a Sensitive Brass, remélem jól érzitek magatokat, hallottak egy sikítás! Nagyon úgy tűnik, hogy megvan, és nem tudom, megvan-e a szám. Martin Garrix Animals! Na gyerünk, hol is van? A kezek, a biosos kezek! Hölgyeim és uraim! Are you ready? Rukke gore valkenci! Szeged, nincs messze, Szerbia. Hely biosztosok és testvérek. Amíg élek, addig én csak kutatok, majdnem. Bizony az András, az a bizonyos farkas András, mindenki ismeri, és most már ti is ismeritek. Döntsétek, hogy sajnos vagy nem sajnos, mert ő itt a menő, és a magány. Ő itt a legnagyobb, legnagyobb király. Ciao.
és egy közös Bella Ciao! Gyertek velünk, énekeljétek közök a magasba! Köszönjük szépen! Mi vagyunk, voltunk is, mert bízunk benne, leszünk még! A Sun City Brass! Köszönjük szépen! Gondoljuk, mindenki nagyon éhes. De jöhetünk mi még előételnek? Hogy is? Mit szokta, mi az előíte? Hogy szokta? Petike. Tudom, hogy most éreztél, indítatást arra, hogy kutatói pályára lép, de hidd el, Tubából nem osztanak Nobel-díjat. Mondjuk Tubából zenei diplomát se nagyon, de nem menj már messzire. Nem úgy értettem, hogy szégyen a tubás, de hasznos. Na jó, Annika, üsd be valamit, kell a ráadás, mondták, hogy vissza, meg pizza, mert már éhesek is, gyorsan nyomjuk, jó? Ja, csak nincs másik tubásunk, mi? Valaki tud adni Petikének egy Nobel-díjat, mert másképp nem jön vissza. Petike? Te azt mondta, a Dán professzor, hogy kapsz egy Nobel-díjat. Jó lesz az. Gyere, Petike! Megkapod azt a Nobel-díjat, gyere, gyere! Csak előtte mondjuk le kéne érettségizni, de az itt ne! Hölgyeim és uraim! Zenetudósnak ugyan nem nevezhető, de zenetubásnak már annál inkább! A dószó, az megy! Mi voltunk a Sun City Brass? Tubással vagy nélküle? Jöjjön a ráadás! Back is Jacko. Yeah. Egyszer. Bízunk benne, hogy nagyon élveztétek! Mi voltunk a Sun City Brass! Reméljük nem voltunk nagyon sokak, max egy picit. Imádtuk itt lenni! Érezzétek jó magatokat Szegeden, velük a vacsi alatt! És legyetek királytudósok! Oké, és hatalak és sikítást! Szóljon, hölgyeim és uraim, Sun City Brass és Szeged!
rockoljuk! Megvan valaki aktív trumpit neve? Na most figyel! A kötelező marketing, remél belefér Instagramon, Facebookon, YouTube-on, Spotify-on, Sun City Press, akit játszott nektek ma este, és reméljük tetszett is. Tudjátok ilyenkor, subscribe, meg kövessetek, mert cserébe. Hát hallottok még egy kis Timmy Trumpetot. És búcsúzunk, mi voltunk a Sun City Press! Köszönjük szépen! Remek társaság! Úgy látom, hogy biztosok tudnak bulikázni, pedig még csak hát elmúlt 8 óra, nem tudom. Érezzétek jól magatokat! Mi vagyunk élőben is, a YouTube-on is, az Instagramon is, a Sun City Brass, köszönjük! Most legyen egy olyan... Nem szeretném még egyszer meghajolni, nekem azt súgta a kedvenc szeretni. Most ti mondjátok, visszaszámolok, és megmondjátok, hogy Sun City Brass, szóval 3, 2, 1. Köszönjük szépen! További szép estét, jó szurkolást kívánunk! Köszönjük szépen a cseppet sem szokványos produkciót ezen a gála esten. Hölgyeim és uraim, a Sun City Brass csapatát láthattuk. And now I would like to invite to the stage András Varró, chairman of the foundation's board of trustees, and Ola Peterson to hand over the present by the organizers to the performers. És megkérem Lukács Leventét, a zenekar vezetőjét, hogy fáradjon ő is. Vezetőjét. Fáradjon ő is ki ide. Egy csapatként veszik át a díjat. Köszönjük szépen a kiváló produkciót a Sun City Brass csapatának. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Azt már említettük, hogy tényleg ez egy rendhagyó este. Endre, te mit gondolsz? Micsoda buliban volt részünk? Sok gála esten voltam már az alapítvány szervezésében, de szerintem ilyen dinamikus, friss, fiatalos előadást nem hiszem, hogy láttam eddig. Mindenképp jót tesz a változatosság. Nekem tetszett.
minden gála est szórakoztató volt, de valóban ez egy picit különlegesebb volt az eddigieknél, és nagyon köszönjük. És azt láttuk a közönségen, azt láttuk önökön is, hogy élvezték ezt. De ha már Szentgyörgyi gálán vagyunk, egy picit térjünk vissza a kicsit komolyabb témákhoz. Endre, te magad is Szentgyörgyi diák vagy, mit jelent ez? Nagyon érdekes, mert 4 éve már látogatom ezeket a konferenciákat, és amikor először 10. osztályosként részt vettem, sosem gondoltam volna, hogy valaha is itt lehetek egy konferencia gála estnek a színpadán, és minden egyes konferencia egy lépéssel közelebb hozott ehhez, és én nagyon hálás vagyok a programnak ezért. A programnak, és ha már program, akkor mi volt a ma délelőtt konklúziója? Milyen programokon vettél részt? Hogyan zajlott a délelőtt? Elég zsúfolt menetrendünk volt. A kerekasztalbeszélgetések, illetve az előadások, a hallgató és a mentor előadások tényleg egy átfogó képet szerintem átadtak a programról és a tudományos sokszínűségéről az itt folyó munkának. És ennek szerintem a fénypontja Dr. Ole Peterson előadása volt, ami tényleg nagyon jól összefoglalja a kutatói élet savát, borsát, és egy nagyon érdekes témával ismerkedhettünk meg szerintem mindannyian. Az alapítvány velejárója, vele együtt jár, ezt már említettük a bevezetőben is, hogy évről évre több Nobel-díjas is ellátogat ide Szegedre hozzánk, vagy Nobel-díjhoz közeli kutató. Ezt is köszönheti a város ennek az akadémiának többek között. Abszolút, nem is tudom, hogy a régióban van-e város, ami ilyen gyakorisággal lát vendégül, ilyen magasan elismert tudományos szakembereket. És hogyha már a városnál, hogyha már az egyetemnél tartunk, szeretném megkérni dr. Szél Márta, a stratégiai rektor helyettest, hogy köszöntse az est vendégeit a Szegedi Tudományegyetem vezetőségének nevében. Sok szeretettel és nagy tisztelettel üdvözlök minden megjelentet, Robó László rektor úr és a Szegedi Tudományegyetem vezetősége nevében. Ígérem, hogy nagyon rövid leszek. Egy hosszú és sok-sok tudománnyal átitatott nap után nyilván már mindenki éhes. A nagyon rövid beszédemet 2 gondolat köré szeretném csoportosítani. Az egyik gondolata a köszönet gondolata, a másik pedig az invitáció. Legelőször szeretném a köszönetemet kifejezni azoknak a mentoroknak, akik évek óta nagy odaadással foglalkoznak a programban résztvevő egyetemistákkal, akiket fölkészítenek akár az orvosi, akár az orvosi kutatói, vagy pedig a kutatói létformára és hivatásra. A következő köszönet azoknak az egyetemi hallgatóknak szól, akik igen nehéz egyetemi tanulmányaik mellett bevállalják azt, hogy hétről hétre, napról napra hosszú órákat töltenek a kutató laborokba, és hát nyilván mindezt a saját szórakozásuknak a kárára és terhére teszik meg. Remélem, hogy az összes törekvésük sikerrel fog járni, és az egyetem elvégezte után is fognak tudni folytatni ezzel a lendülettel a kutatói életpályára való felkészülésüket. A legnagyobb köszönet azonban mindazokat a középiskolásokat, illetve felkészítő tanáraikat illeti, akik az ország távoli részeiről is eljöttek hozzánk, és részesei ennek a 2 napnak, és külön kiemelt köszönet illeti a határainkon túlról érkezőeket, Zentáról, illetve a Marosvásárhelyről érkező középiskolásokat és tanáraikat. A programban résztvevő középiskolai felkészítő tanároknak szeretnénk megköszönni azt az én már több éves munkát, amellyel a középiskolás diákokat felkészítik arra, hogy a felsőoktatási intézményekbe, bármelyiket is válasszák azt, nagy lelkesedéssel és komoly alapokkal tudják megkezdeni akár természettudományos, akár orvostudományi tanulmányaikat. Az ő feléjük szóló invitálás úgy szól, hogy
Kérem, folytassák továbbra is ezt a nagyon neves tevékenységet. A Szegedi Tudós Akadémia és a Szegedi Tudományegyetem továbbra is számít az önök munkájára. És végezetül, de nem utolsó sorban, a jelenlevő középiskolás diákokhoz szeretnék néhány szót szólni. Köszönöm nekik is, hogy jelentkeztek ebbe a programba, és a középiskolai tanulmányaik mellett kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy a közeljövőben olyan tudományterületet fognak választani, amely a biológiához vagy az orvostudományhoz fogja őket kapcsolni, és ezért külön erőfeszítéssel előadásokra járnak, laborgyakorlatokon vesznek részt. A Szegedi Tudományegyetem nagyon nagy szeretettel várja önöket arra, hogy a hamarosan sorra kerülő felsőoktatási intézmény választáskor bennünket válasszanak. Közeledik a karácsony, az adventi készülődés, már csak pár hét, és a családdal körül fogjuk ülni a karácsonyfát. Tehát ha a nagymama vagy nagypapa megkérdezi önöket arról, kisfiam, kislányom, hova még tovább tanulni, akkor kérjük, hogy a válasz az legyen, hát a Szegedi Egyetemre. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen, rektor helyettes asszony. Most pedig felkérem dr. Nagy Ferencet, a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Kutatóközpontjának főigazgatóját, hogy köszöntse ő is a megjelenteket. Jó estét kívánok mindenkinek. Én nem köszönöm, hogy jöttem gratulálni. Én úgy gondolom, hogy a mai napot reggel fél kettőkor kezdtem az első szekciót, mint vezettem végig, és azóta, meg 12 órája, egy olyan programban volt részem nekem, mint az SBK főigazgatójának, ami egy párját ritkítja. Én mondom, hogy nem köszönnék ezt senkinek itt, hanem gratulálok mindenkinek, ide eljött, aki itt megjelent, az jól csinálta, szerintem az nyert. Úgyhogy még egyszer gratulálok a programszervezőknek, amit meg hogy mondjam, ez őszinte vallomás, én a jelen voltam ennek a születésénél. Rengeteg kétségem volt az 5-6-7 évedő, lesz-e valami, és ezt hangosan adtam. Most megkövettem a programszervezés alapítóját, hogy igaza volt, ez bevált. Én nem hittem, meg lehet csinálni Magyarországon, megcsinálták. Én úgy gondolom, hogy ennél többet nem tudok mondani, viszont az SBK nevében, annyit tudok mondani az SBK nevében, hogy látták a nyertes diák SBK-s, a délutáni nyertesek SBK-sok, tehát aki akar nyerni ebbe a programba, az ön az SBK-ba. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Hölgyeim és uraim! A Nobel-díjasok és tehetséges diákok 14. találkozójának gála műsora ezennel véget ért. Köszönjük, hogy megtiszteltek bennünket részvételükkel, bízunk benne, hogy jól szórakoztak. A vacsorához mindenkinek jó étvágyat kívánunk, a holnapi napra pedig biztonságos hazautazást. The gala event of the 14th meeting of the Nobel laureates and the talented students is over. Thank you for your participation. Please enjoy your meal and have a safe trip home tomorrow. Sun in the sky, you know.